Sok szeretettel köszöntjük kedves testvéreinket. Dániel könyvét kezdtük el az előzőekben olvasni. Most a 6. résznél tartunk, és a 6. rész első versétől a 12-ig fogjuk felolvasni. És most még nem jutunk el az oroszlán veremig, de az előkészületről fogunk beszélni. És az első verstől kezdem olvasni. Nem olvasom föl most mindjárt mind a 12 verset, de lépésekbe haladunk előre. Tetszik Dáriusnak, és rendele a birodalom fölé 120 tisztartót, hogy az egész birodalomban legyenek. És azok fölé 3 igazgatót, akik közül egy volt Dániel, hogy a tisztartók nékik adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. Tehát itt kezdjük ugye már az elején. Dániel életében látjuk, amit Jézus mondott, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a világban. Dániel ott volt egy idegen birodalomban, és őt ott is fel tudta Isten használni. És hogy rendkívüli képességekkel, ajándékokkal ajándékozta meg Isten, és hát igen magas pozíciót kapott. Az ország igazgatásához kellett 120 tisztartó, és akkor azok fölé pedig 3 igazgatót tettek, aki felügyelte a munkájukat, és az egyik igazgató Dániel volt. És a cél az volt, hogy úgy igazgassák az országot, a dolgokat, hogy a királynak ne legyen semmi károsodása. Hát ez egy komoly dolog, erkölcsileg is ez egy komoly dolog, mert hát ez a gyakorlati életben napjainkban sem egészen úgy van, hogy ahogy szeretnénk. Igen, a történetet nagyon szeretik a gyerekek is, hiszen az oroszlánok vermébeből megszabadulni, ez egy nagyon izgalmas dolog, de itt az előzmények, hogy vajon miért jutott oda az oroszlánok vermébe Dániel. Dániel egy olyan fiatalember volt, aki elraboltak és rabságban tartottak, és mégis megtalálta ebben a megalázott, nagyon nehéz helyzetben a szeretteitől, a népétől elszakítva is a helyét. És az én korombeliek is nagyon nehéz időket éltek meg, és mint hívő embernek megtalálni a helyét egy olyan társadalomban, amely nyíltan tagadta Istent és ateista volt, ez egy nagyon nagy feladat volt Istentől, de a feladat az elhívás mellé Isten megadta a kegyelmi ajándékot is. Én ebben az időszakban fiatalon tértem meg, és vállaltam az Úr szolgálatát, még akkor is, hogyha azért nagyon sok hátratétel származott, csak hogy azt nem úgy élte meg az ember, hanem kegyelmét Istentől. Ezt látjuk Dániel életében is sokkal inkább. Úgyhogy a 120 tisztartó közül nem egy volt, hanem a közül a 3 közül volt egy, aki föléjük rendeltetett, mégpedig azért, hogy adjanak számot a királynak, hogy ne legyen károsodás.
és nagyon sokan vállalnák a feladatot, a kiemeltséget, esetleg a jó fizetést és az elismerést, a karriert, csak számot adni nem szeretnek a rájuk bízott dolgokról, és nagyon sokan itt buknak meg a számadásnál. Én ezen gondolkoztam el, hogy az Úr feltámadott Jézus Krisztus, a királyok királya is, azért adta a földi életet a számunkra, hogy mi adjunk számot arról, akiket ránk bízott, és az ő népe közötti munkánkról, az elveszettek közötti munkáról, hogy ne érje semmi károsodás se Isten népét, se pedig azokat, akik fogságban vannak, hogy tudjuk a szabadulást a számokra felmutatni és hirdetni. Dániel egész élete, Dániel 70 évet töltött a fogságba, a fogság ideje alatt ugye ott volt egészen a szabadulásig, amikor hazaindulhatott a Izrael népének egy csapata Jeruzsálembe, hogy megépítsék a várost és a templomot. Tehát egész életével minden ember számára számot adott arról, hogy kicsoda az ő Istene, hogy ő az egyedül élő igaz Istenhez tartozik, és ahol élt, ott nem az számított, hogy ő rabságban van, hanem hogy hasznára lehessen azok számára, akik között él. És úgy gondolom, hogy a mi életünknek is, a Krisztushoz tartozó hívő életünknek is ez az egyik küldetése. Nem az, hogy minket elismernek, nem ismernek, szeretnek, nem szeretnek, hanem az, hogy fel tudjuk mutatni az élő, feltámadott Krisztus, akinek a közösségében élünk, és a jelenléte látható lesz. Dániel azért került az oroszlánok vermébe, így az elején elmondom azokat a gondolataimat, amit az igén keresztül kaptam. Azért került, hogy a pogány világ, a király és a legkisebb ember is a birodalomban meglássa az egyedül élő igaz Istent, és Dániel tulajdonképpen ezzel a bizonyságtevő életével utat készített a fogságban lévő Izraelnek a hazaindulásra. Ez egy csodálatos dolog, és a szívem megtelik nagyon nagy hálával és kegyelemmel, ha ezt úgy végig gondolom. Vajon te, testvérem, ha ma megállsz Isten előtt, tudsz-e egy lélekről is számot adni, aki felé ma te felmutattad az élő Isten? Aztán ezt olvassuk, amit itt Sándor is már említett, hogy Dániel felülhaladta az igazgatókat, a tisztartókat. Miért? Azért, nem azért, mert annyira okos volt, meg annyira tudott ügyeskedni, meg rafinált volt, hanem mert rendkívüli lélek volt benne. És ez a rendkívüli lélek, ez látható volt. Látható volt a szeretetéből, az elkötelezettségből, az igazságosságából, látható volt a hűségéből Isten és emberek iránt. Vajon bennünk milyen lélek van? Az Úr lelke be tud-e tölteni? Mert ha betölt az Úr, ha betölt, akkor az Isten iránti hűségünk az nyilvánvaló lesz. Ha betölt a Szent Lélek, akkor az Isten ígéje is, az ő beszéde származik tőlünk. Ha ő betölt az ő lelkével, akkor az ő békessége és öröme árad ki a szívünkből. Ma reggel egy énekkel ébredtem, nagyon régen nem énekeltem ezt az éneket, de a szívem énekelte, hogy minden bennem őt dicséri, lelkem is, testem is, és nagyon-nagyon fölemelt az Úr. Ha az Úr lelke van bennünk, akkor lehet, hogy nehezek a körülményeink,
Lehet, hogy nincs minden a legjobban az emberek szerint, de fölemel Isten lelke. Ez volt Dánielbe is, és a király is látta, hogy mindenki fölött való lélek van benne, és ezért úgy gondolta, hogy az egész birodalom fölé őt teszi egyedül, mert benne tudott megbízni. És amire az Úr elhív bennünket, arra kegyelmi ajándékot is ad. Ha nem a saját kinevezésemből szolgálok, ha nem azért szolgálok, mert a világban nem értem el semmit, és úgy gondolom, hogy majd a hívők között kapok majd valamiféle pozíciót, akkor nagyon rosszul gondolom. Mert hogy először is be kell, hogy töltsön az Úr lelke, és aztán Isten lelke vezetésére megtalálom a helyemet, ahova ő állít, és azon a helyen az Úr megadja a kegyelme ajándékot is, hogy ebből az ő rendkívüli, csodálatos lelkével betölthessem a hivatásomat. Ezt érezte meg a király Dániellel kapcsolatban. Ezek a jó igazgatók, tisztartók okot, igyekeztek okot találni, tehát egyrészt egy ilyen mondva csinált ok a szakmájában, hogy nem ért a dolgokhoz, ez az egyik, hogy ez alkalmatlan, mi jobban tudjuk. A másik pedig, hogy erkölcsileg akarták megtámadni, egyrészt szakmailag, másrészt erkölcsileg, hogy hát ez nem megbízható ember, de hát mivel hűséges volt, és semmi fogyatkozás sem vétek nem találtatott benne, akkor gondolkoztak, hogy mi a harmadik variáció. Szakmailag is kifogástalan, erkölcsileg is kifogástalan, akkor nézzük a harmadik dolgot. Ez pedig a hit, a vallásbeli dolog. A világ mindig fog hibát keresni Isten szolgáiba. Mindig fognak igyekezni, hogy találjanak is hibát. Ha Illésre gondolunk, Jezabel meg akarta ölni, és őt okolta mindenért, pedig Isten ítélete volt az életén és a király életén. És ha akár az Ószövetséget, akár az Új Szövetséget, a Keresztelő Jánosra gondolunk, ott is Keresztelő János Isten igazságát hirdette, az Úr szolgája volt, készítette az Úr útját, és mégis nem tudtak egyé lenni azzal, amit ő mondott. Ugye azt mondta Keresztelő János, hogy nem szabad neked ővele élni, nem lehet tisztátalanságba, paráznaságba élni, és megtalálták az okot, amiért a fejét vegyék, és ugye Keresztelő János fejét vették, pedig nem szolgált rá. Dániel ellen is keresték az okokat, de nem találták, mégpedig azért nem, mert hűséges volt az elhívásához, hűséges volt a királyhoz, a szolgálathoz, amire vállalkozott, és nem volt benne vétek, és nem találtatott benne bűn. Amit az Úrtól kapott, abban nem volt fogyatkozás. Ugye a fogyás az azt jelenti, hogy valaki esetleg beteg és megfogyatkozik a testsúlyra, ha gondolunk, de amit az Úrban elvállal Dániel, abban nem volt fogyatkozása. Nem kevesbedett meg a lélekkel való közösségben sem pedig az anyagi dolgokban, hogy bármiben is bevádolhatták volna,
sem a magánéletében, ahogy itt hallottuk, hogy az erkölcsi életében sem. És akkor tudták, hogy van egy dolog, amivel őt ki lehet kezdeni. És akik abban a korban éltek, amiben mi is néhány évtizeddel ezelőtt, akkor minden hívő embert ki lehetett kezdeni, mert nem volt piros könyve, mert nem volt piros nyakkendője, nem vették föl az egyetemre, ide se, oda se, nehéz munkát lehetett csak találni. Volt egy nagyon kedves barátunk, akinek magas végzettsége volt, de csak ilyen földmunkát kapott, és annak is örült, hogy a családját el tudja látni, hogy miért is. Azért, mert ragaszkodott az Úrhoz, és Isten törvényéhez. Vajon benned és bennem milyen fogyatkozást találnak az emberek? Mert tudod, ha jön a világ fejedelme, a gonosz, az megragadja azt, ami az övé, a bűneinket, a vétkeinket, fölnagyítja, és bevádolnak vele. És nagyon nagy dolog az, hogy ragaszkodjunk az Úr megszentelő lelkéhez, mert akkor az Úr megadja azt, hogy szilárdan, fogyatkozás nélkül állhatunk Isten és emberek előtt. És ennek az egyik része, hogy ragaszkodunk Isten igéjéhez, és az életünket az ige zsinórmértékéhez szabjuk, és nem engedünk engedményeket magunknak sem, a bűneinknek sem, hanem ragaszkodunk Isten beszédéhez. A szabados életmód megszakítja az Istennel való életmódot, és a szabados hívő embernek erőtlen a hívő élete. Na, Dánielről ez nem mondható el, vajon miért is? Nem, de még mielőtt erre rátérünk, ugye a féltékeny emberek reakciójáról és gonoszságáról olvasunk itt az igében, hogy ugye azok berohantak a királyhoz, és ragaszkodtak a királyi ahhoz, hogy a király hozzon végzést. Igen. Hogy is van ez? Azt tanácsolják az ország kormányzói, az elöljárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet, aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, már kis ível, akár emberhez, rajtad kívüló király, az dobják az oroszlánok vermébe. Tehát itt tudták azt, hogy imádkozó ember, Dániel, és hogy itt akarták megfogni. És összefüggésbe hozták a királlyal is, mert a régi, ókori világban a királyokat is istenként tisztelték. Igen, és hogy itt ezt a szót olvasok, hogy berohantak a királyhoz, akiben gonosz lélek van, és a sötétség lelke, aki féltékeny ember, és ez motiválja, annak nagyon sürgősek a reakciói, azonnal bementek be, tolakodtak be, rohantak a királyhoz, és erőszakosan rávették a királyt, hogy tilalmat hozzon létre, amit nem lehet megfellebbezni, és ez 30 napig legyen érvénybe. Tudták, hogy Dániel minden nap háromszor imádkozik, és 30 napot nem fog kibírni, mert ha egy napról lett volna szó, vagy kettőről, gondolták, talán kompromisszumot kötne, de én tudom, hogy nem kötött volna akkor se Dániel kompromisszumot. És hogy azt is megmondják a királynak, hogy mit tegyen ez a gonosz tanács, hogy vettessék az oroszlánok vermébe.
A király nagyon naív ember volt. Szerette Dánielt, és meg se gondolta, hogy ez a nagyon sürgős tilalom, ez Isten embere ellen van, és az sem, hogy az életére törnek. A király meg tudta volna védeni, ha nem adja be a derekát, mondjuk így a magyar szóhasználatba, ezeknek a rossz indulatú féltékeny embereknek, és ha nem hagyja magát befolyásolni. Nagyon sokszor a családokban is azért következik be ez a végzetes tragédia, hogy az oroszlánok vermébe kerül valamelyik családtag, mert amikor még lehetett volna valamit tenni a gyermekekért, valahogy nem tette meg a család, vagy a családfő, vagy az anyuka, vagy a hozzátartozók, mert hogy olyan modern nevelési mód van, hogy rá kell hagyni, minden úgy legyen, ahogy ő akarja, ahogyan ő szeretné. Most egy anyukával beszélgettem, aki elmondta, hogy nem tud mit tenni a gyerekével. Külön költözött, tizenvalahány éves, még nem nagykorú, és azt csinál, amit akar, és nincs hatalom, amelyik őt lebeszélni a rosszról. És hogy ez az ő nagyon nagy bajára, és lehet, hogy idő előtti eltávozásához is vezethet, hiszen akik drogoznak, szereket, tudatmódosító szereket fogyasztanak, azoknak megrövidül az életük, és nagyon nehéz volt. De hát már ilyenkor mit tehet az ember? Adja meg az Úr, hogy a hívő ember valóban szent lélekkel betöltött legyen, és a lelkek megkülönböztetésének az ajándékával tudjon élni, hogy meg tudja különböztetni ezeket a betolakodó, a saját maguk jólétét kereső és mások kárára élő embereket, megakadályozhassák, hogy olyan törvényeket hozzanak, amik kárára vannak azoknak, akik normálisan szeretnének Isten közelébe élni. Mennyire vagyunk mi befolyásolhatók? Isten szent lelke, igéje az, ami hat ránk, vagy pedig a modern kor, a mai ember szemlélete, Isten nélkülisége, vagy éppen a saját érdekeinek az előtérbe helyezését nem vesszük észre. A király is később belátta, de nem tudott mit tenni már. Igen, tehát azt látjuk, már említetted is, hogy beadja a derekát, vagy ahogy szoktuk mondani, hogy kompromisszumra kész volt. Igen, mert félt, hogy ha vezérkar ellene fordul, akkor mi lesz? Belháború lesz. És ugyanakkor azzal folytatódik, hogy amikor Dániel megtudta, hogy a király aláírta, akkor hazament, és mindent úgy csinált, mint addig. Tehát ő nem volt hajlandó a kompromisszumra. Míg a királyt befolyásolták a gonosz terveik megvalósítására az alattvalói, addig nem lehetett Dánielt befolyásolni az Úrral való közösséggel kapcsolatban. És amit még itt olvastunk, hogy erre biztatták a királyt, hogy erősítsd meg a tilalmat, add ki írásba, hogy meg ne változzék, visszavonható ne legyen. És ez a Dárius király adott írást és tilalmat. Ugye ez a Dárius, ez egy nagyon gazdag ember, igen, volt, de azért hát nem akarom megsérteni ilyen távlatból, hogy nagyon gyenge, igen, lehetett. Nagyon nagy pénze volt. Dárius kincsét mindenki, igen, hallotta már, hogy Dárius kincse sem lenne neki elég. És hogy hát
az ő személyében volt valami gyengeség, gyengeség jellemezte, a Dániel személyében pedig, hogy erős volt és hűséges volt. És Dárikus király volt, Dániel pedig fogoly volt. Igen. Tehát nem az állapottól és a gazdagságtól függő. Igen. Az ellenség megtalálja az imádkozó embert. Ezt olvassuk, hogy lesték, berohantak Dánielhoz, mert ugye Dániel fölment a szobájába, nyitva volt az ablak a Jeruzsálem felé, Isten temploma felé, és nem akadályozta őt meg semmi abba, hogy könyörögjön, hogy esedezzen és dicsőítse az egyedül élő Istent. És nagyon sokszor megtalál az ellenség, bár imádkozó emberek vagyunk, a kísértés, a próba, az emberi gonoszság. Ha megtalálnak is, kinek panaszkodunk, hova megyünk, hol bujkálunk, hol rejtőzködünk el. Dániel nem érezte azt, hogy neki el kell a gonoszok elől rejtőzni, hanem Istenbe rejtette el magát. Mert az imádkozás, a könyörgés, az nem csak egy ilyen imamondás, az esedezés is, ez az imádságnak egy nagyon-nagyon komoly... És nem susogott Dániel. Igen, hanem hangosan mindenki hallotta, hogy a népéért könyörög, hogy a népe bűneiért könyörög, hogy esedezik az Úr előtt a kegyelemért, a szabadulásért, és hittel imádkozott, mert magasztalta Istent az ő fenséges, hatalmas voltáért, és a szabadításáért, amiben hittel reménykedett és erős volt.